Guldur amulett, megvagy. Right ceiling. Hát nem tűnik. Mi ez, hogyha megöltük a főköcsögöt, akkor már nem esik nekünk az összes. És meg már semmi sincs, gondolom. Ezt kinyitja. Aszta. És ebben mik voltak? Coin purse. Burial urn. Ha majd ideig elszenvedem magam, akkor már megnézem ezt is. Ezt is ki lehet nyitni. Ez a jóval vezet. Elcsórom még az aranyokat ezeknek. Valószínűleg ez a kivezető út. Új szó! Há, ez az új szó! Frost! Frost breath! Fuck yeah! Yeah. Resist fire. Shield. Imperial helmet. Nem kell. Egy új fajta E. 125 arany. Ring of Minor Alternation. Copper and Moonstone Circlet. Hát ez nem túl sokat ér, úgyhogy ezt inkább hagyom itt. Ez viszont Lydiának lehet. Á, nem adom oda neki. Ezt gondolom Skyrimba vezet. Nem, Fulkturba. Nem ér semmit, hogy hova kéne mennem. Nem. Nem nagyon. Na, akkor megvan a következő fragment darab, mert ugyebár egy darab már megvan nekünk. Ha jól emlékszem, egy már valabból volt. Mi ez? Beszorultam. Hova? Hova? Oh, yeah! Sírrablót játszunk. Erre volt egy kifele út is. Jaja, nagyon, nagyon erre volt. Yep. Ez amúgy be tud lobbanni ez a folyadék itt, ha jól emlékszem. Figyeljetek! Erre vigyázzatok, hogy egy zombi ne rátok nyomjon valami tüzes varázslatot, mert nagyon be tudjátok szotni, hogyha pont ott álltok, ahol most itt folyadék közepén álltok mondjuk. Az nagyon nagy szívás, és több mint a feléletelőttöket nagyon könnyen lekapja. Oh! Tényleg ott volt egy csapda is. Bocsi Lydia, ha esetleg ott voltál. Na, Skyrim! Ismét kint! Ezt imádom, amikor valami rövidített úton kell visszamenni, nem pedig ugyanazt az utat kell végigjárni. Na, akkor nézzük, hogy most hova kell menni. Valamerre, erre. Úristen, a map másik fele. Már megint. Ja, erre. Még ezt se fedeztem föl! És ezt? Ezt sem. Melyik hova a legközelebb, ahol már jártam? Hát talán ez. Yeah, fast travel. Valószínűleg itt is bele fog futni egy sárkányba. Csak mert olyan érzésem van, mintha erre kéne lennie egynek. Nem is tudom, miért van ilyen érzésem, olyan exoti. Itt pedig lesz egy sárkány, tényleg. Ott a hegy mögött biztos, hogy van egy. De szép dombocskák vannak itt. Wow! Úristen, Lydia, azért ne hajj meg, légy itt lefele utat. Jé, egy szarvas! Bang! Telibe! Másikat is? Szépen állj meg egy helybe. Jé! Yeah. Vadász ösztöneim beindulnak itt. Ezek a kisrákok is, amit tudnak csipkedni. Sőt, ki is írta, hogy most ellenség a kisrák. Van valahol sodrodik a vízbe, nem fontos. Erre pedig van nem egy sárkány. Ha? Valaki észrevett? Ez a Murd Crab. Crab? Most komoly, hogy ez egy ellenség? Nagyon tapostam. Na mindegy. Számít is ez. Ez érdekes volt, hogy minden esetre. Na mindegy, akkor. Sárkányok. Valahol. Azért mentek egyet. Hát, hogyha el tudom kerülni a
konfliktusokat a sárkányokkal. Erre egész biztos, hogy van egy... Ha a hegy mögött, akkor is van. Hát... belefutni eléggé valószínű, hogy belefogok. Csak mert én ilyen vagyok. Én minden egyes sárkány kifogok, amit csak lehet. Mi? Na mindegy. Ez elég érdekes, elhagyat. Hú, jaj, ez itt egy óriás. Amíg nem zavarom a területén, addig békés lények. Golden Rock discovered. Ezt nem lehet haverkodni? Nyugi, 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 nyugi. Nyugszik, nyugszik az óriás. Na, mondjuk így erre nem tudok így. Valószínűleg el tudok. Ó, ez már a látvány a javából. Komolyan a hegy másik felén van? Eléggé, eléggé igen. Viszont egyenesen erre. Szépen így csimpaszkodunk a hegy oldalán, és nem esünk le. Csak mert az valahogy nem esne túlságosan jól. Ez az, így már jobb a helyzet. Kis lefele út is van. Jaj! Ha, azért itt is mentek egyet, mert... Tehát mindjárt lecsúszok, aztán a feléletelem leugrik. Ma mondjuk regenerálódok, szóval... annyira nem nagy cucc az. Oh, fuck! Beragadok egy fába itt szépen. Itt pedig biztos, hogy lesz sárkány. Annyira ismerős ez a hely. Főküldetés szába valószínűleg járunk erre majd. Új. Ujjjaj! Ettől féltem. Ezért mentettem. Mindegy, a következő részben... Hát a következő... helyre megyünk, ahol... Hát ahol a következő fragment van valószínűleg. Addig is, hogyha esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy hogy játszom a játékot, akkor írjatok ide előre egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy például az e-mail címemre egy levelet, amit a leírásban találhattok. Sziasztok!